Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Örvendek, hogy ilyen hétköznap déli időben ilyen sokan együtt lehetünk. Egészen biztos Önök is úgy vannak, hogy kicsit össze vagyunk vegyülve, zavarodva, és végül is talán véget ért ez a pandémiás időszak, talán nem. Legtöbben még ott van a maszk, talán hétfőn már nem is kell felrakni. Aztán ugye itt van az a háború, hogy ma éjjel, mint egy atomerőművet vívott meg a világ egyik legnagyobb hadserege is. Hát ilyen, ez biztos, hogy mindannyiunkat nem csak félelemmel, bizonytalansággal, szorongással dölt el, mit hoz a holnap. Tényleg az ember látja, hogy a gázárak, üzemanyagárak, minden robban, alakul, formálódik, és akkor anyánk az egyház nagyon bölcsen, ugye nagybőti szentidőt hirdet. A nagybőtnek mi a lényege? Hát ugye gondolunk arra a 40 napra, amit Jézus Krisztus a pusztában töltött, a mennyei atya, a Szentlélek Úristen jelenlétében. Tehát igazából a bőtnek az a lényege, hogy oda menjünk az élő Istenhez, találkozni vele. Mi Urunkat, Jézus Krisztus szeretnénk megszólítani. De ki is ez az Isten, aki hív bennünket, akihez mi el akarunk jutni? Nagyon tetszik ugye, hogy gyerekeknek én úgy magyarázom, Dévá, hogy 2000 évvel ezelőtt a mennyei atya mondja, hogy drága gyerekem, fiam, menj, magyarázd el ezeknek, hogy hát sokkal jobb békében, szeretetben élni, mint háborúban. Nézd meg, itt adják, veszik egymást a piacon. Háborúznak, borzasztó, na, szépen. És Jézus erre nem azt mondja, de mennyei atyám ezeknek, úgy sem tudják megérteni, hát mit prédikáljak én nekik. Hanem mehet közéig jönni. Zöldmezős, beruházás, 30 kiló, 3 kiló, 20 deka, nem is teljesen szabadiszta, nincs vele egy csomó mennyei kerúg, meg lángpallós bodyguard, eljön közéig. Miért? Mert hiszi azt, hogy képesek vagyunk megtanulni a szeretet parancsát. Képesek vagyunk felnőni oda, hogy jó testvérekként együtt, közösen építsük Isten országát. Ez a mi Urunk Jézus Krisztus a mi atyánkban nem arra tanít bennünket, hogy imádkozzatok, hogy aztán amikor a világ összedől, akkor ne fájjon ez nektek nagyon. Hanem azt mondja, hogy imádkozzatok azért, hogy jöjjön el Isten országa. Építsétek ezt. Tehát a mi Urunk Jézus Krisztus bízik bennünk. Hiszi azt, hogy igen, az emberiség képes felnőni, szeretetben, békében együtt élni. Azt mondja, az apostolaink legyenek tökéletesek, mint a mennyei atyám. Jó, magasra rakja a mércét. Mikor küldi a tanítványokat, mit mond? Menjetek! Azt mondjátok annak a hegynek, szakadjon ki tövestől, és verjen gyökeret a tengerbe, megteszi. Nálamnál nagyobb csodákat fogtok tenni. Lelkesíti, bátorítja az embereit. És tényleg elindulnak ezek az egyszerű apostolok, és csodákat tesznek. Egy új világ születik. És igazából erre, ez a Jézus Krisztushoz vonulunk vissza a 40 napos bőti szent időre. Mert téged is szeretne felszabadítani. A gyerekeimnél sokszor elmondtam, hogy a falak, azok nem kívül vannak a nagyvilágban, a te fejedben van. Hogy én nem tudom megtanulni csak egy kétszakaszos verset. És úgy gondolom, hogy itt vannak a korlátaid. Azt gondolom, a mi Urunk Jézus Krisztus ezeket a korlátokat szeretné széttépni, ledönteni a falaidat, hogy merj. Mert kibontani a szárnyédet is repül. Ugye gyerekeket nevelek, és hát ugye hozzánk a gyerekek azért komoly problémákkal, sebekkel kerülnek hozzánk. Hát szeretném elmondani Adélnak a történetét, mert biztos, hogy nem sértődne meg rám. Hát ugye megszületett aranyos kislány, első gyermek a családban, Székelyföldön. Hát hogy mondjam, apuka egy kicsit ivott, de az úgy család rendben volt, és már 10 éves volt, amikor született egy 3 fiú gyermek,
iker az anyukáiknak. Persze ez egy nagy tehert jelentett a családnak, az anyuka nem volt a helyzet magaslatán, az anyuka elkeseredett, öngyilkos lett, és akkor azok a gyerekek bekerültek hozzánk az intézetbe. 12-13 éves nagylány, úgy mondjam, lázadt, haragott, összetépte a fűzeteit, nem erőst akart tanulni. Aztán amikor tizedikes volt, megszökött, mit tudom, felcsinálták. Született egy baba, nem tudom, persze a fiú, nem lett stabil ez a kapcsolat, elsodródtak egymástól, és akkor a gyereket elhozta, és ott hagyta nálunk. Hát én nagyon szomorú voltam, sokat beszélgettünk, sétáltunk ezzel a lányát, nem jött össze. És akkor én ölbe vettem ezt a kislányt, lefényképeztettem magamat, felraktam a Facebookra, és odaírtam alája, nem írtam én nevet, semmit, hogy azt írtam oda alája, hogy ennek a kisfiúnak szüksége van az anyukájára. Imádkozzatok mindannyian, kérjétek a Jóistent, hogy az anyukát küldje vissza hozzá a gyermekéhez. Most egy 19 éves, szép nagylány a nagyvilágban egyedül, biztos, hogy nem jó dolog. És hogy három hónap után visszajött ez az anyuka, rábíztam a gyereket, aztán rábíztam a három kisebb gyereket, és akkor már alkalmaztuk, hogy nevelő legyen, aztán más gyerekeket is, és elkezdődött egy fajta együttműködés. És elmondta, hogy bármerre mehetsz, ennél szebbet, mint a saját fiam, úgy sem fogsz találni, nyugodj meg. Bíztattuk, hogy hát, na, abba maradt a tanulás, álljon neki. És neki állt. És ami engem nagyon-nagyon meglepett, azt én sem tudtam, hogy végül hajszik, hanem tízszer ment neki az érettségének. Egy évben kétszer lehet érettségizni Erdélyben, és ő 5 éven keresztül addig ment, hogy leérettségizett. És azon a lendülettel annyit tanult, felvételizett. Agronómiára, mezőgazdasági mérnök lett. És utána nem csak megszerezte a diplomáját, hanem most beiratkozott, ugye, meg azt mondja, hogy úgy szeretne dolgozni, nem csak az állatokkal, a növényekkel, hanem gyermekekkel is. És a szociális képzés is felvette, és jár egyetemre. És most munkatársa, kollégám, és én azt gondolom, hogy itt áll, aki mellettem, ennél többet mondott volna el nektek. Hol vannak a falak? Bennünk. Döntsük le. Krisztus azt szeretné, hogy szentek legyünk. Krisztus azt szeretné, hogy kibontakozzunk, növekedjünk. Hát ugye olyan nagyszerű kertészetek vannak itt, hogy valaki elérültet egy almafát. Mit szeretne? Hogy az nagyra nőjön. Hogy hatalmas koronája legyen. Hogy gyönyörű gyümölcsei legyenek. Ezért ültet az ember fát. Hát a Jóisten téged megteremtett. Mit szeretne? Hát egy nagyszerű, életerős, jókedvű, vidám ember legyél. Sok gyümölcsöt teremjél, hogy gyümölcsöt maradandó legyen. A gonosz lélek valahogy szeretné ejtetni velünk, hogy házra menjél, hogy egy pancser. Mikor megteremtett ezt a világot, lehet, hogy meg is lőtték, vagy talán is pizzes volt, de összecsapta az egészet, ez úgyis össze fog dőlni, talán már tartós tehet se érdemes venni, mert itt a világ vége. Mi keresztények nem a világ végére készülünk. Látjuk a problémákat magunk körül, de tudjuk, hogy mi erősebbek vagyunk, mint ezek a problémák. Le tudjuk győzni, meg tudjuk oldani, képesek vagyunk rá. Igen. Amikor megkeresztelnek valakit, ugye hát itt is gondolom nagyjából mindenki meg van keresztelve, ha elmentek egy ilyen szertartással, a papa, amikor olajjal megkeni a homlokodot, nem azt mondja, hogy hát legyél a népnek a gyászhúszára, vagy sírató asszonya, hanem legyél a szeretett profétája. Erre kerünk fel. Meg tudod csinálni. Olyan érdekes, ugye volt ez a koronavírusos zártság nálunk is, és akkor mi 180 kis családi szűk körbe be voltunk zárva. A gyerek otthonból nincs, ahol hazaküldjen, meg egyáltalán a gyerekeket, ott egy dolga voltunk, és akkor mit lehet csinálni, és
teltek a hetek, a hónapok, és volt egy nagyszerű boxedző, és mondtam, te tartsunk egy boxtábort, reggeltől esti, adjunk meg a módját. És hát nyári vakációikon kiirdett, hogy reggel 7 órakor, fél 7-kor felszerelésben lent lenni, nekem is kiesett a könny a szememből. De, na, 2 óra edzés, aztán egész nap volt mindenféle más program is, ebéd után még 2 óra, hogy állítólag az izomlázra a legjobb orvosság, a futás. Na, hát én is elhittem, mert most mit csináljunk, hogy mondjam. És hát ugye olyan jól ment, hogy a tábor végén a gyerekek mondták, hogy még nem csinálunk még egy tábort. És ha hiszik, hanem most, ma, tehát ugye ma is bajnokság van Brassóban, és 4 lányunk ott, mert most a lányoknak van ez a derbi, játszik. De tavaly, 2021-ben 57 aranyérmet gyűjtött össze a Szent Ferenc Alapítvány box csapata. És az idén Magyarországon, egy magyar állampolgárok is vagyunk, 12 gyereket beválasztottak a magyarországi box válogatottba. Döbbenetes. Miért? Azért, mert egy ember hitt ezekbe a gyerekekbe, ez az edző. Biztatta őket, bátorította őket. Nem is erős volt egyéb program, és napi 4 óra, 5 óra edzés azóta folyamatosan van. És 2-3 év alatt ezek a gyerekek feljöttek oda, hogy hát Magyarországon 4-en lettek tavaly bajnokok, országos bajnokok, és 4-en Romániában. Igen. Ha küzdesz, ha álmod látsz, ha annak nekiállsz, meg tudod valósítani. Isten melletted van. Vezetni akar. Bátorít. Ugye olyan szép a Szentírásban, küldi a tanítványokat, menjetek, hirdessétek az evangéliumot. Ne törődjetek bele, hogy ez a világ ilyen szürke, hogy nincs virág. Ültessetek ti magatokat virágot. Tegyétek szebbé, értékesebbé. Ne elmeneküljetek szülőföldetekről, lesütött fejjel, hanem ott a ti szülőföldeteket verejtékesen munkátokkal szenteljétek meg. Ezt akarja Jóisten. És én hiszem, hogy nem csak akarja, hanem segít is. Hát ugye, ha hisznek, hanem nekem se jött, hogy higgyem, hogy tényleg a Jóisten a jó kezdeményezések mellett ott áll. 92-ben kerültem Dévárra, tehát az idén van 30 éve, és hát ugye ott koldultak a gyerekek a templom előtt. És akkor az ember gazdasági csőd volt, összeomlott a rendszer, nagy szegénység volt, szülők elmentek külföldre, ide-oda, de sajnos tényleg ott koldult, ült a földön és koldult. És a szemmisel végén az Úr legyen veletek, és a hívek mentek, és ott ültek a gyerekek. És logikus, én is kikísértem a híveket, de ott a gyerekek, gyertek, hát együnk meg egy süteményt. És jöttek. És persze a városban nagyon híre, hamar híre terjedt, hogy hát itt viselte lehet süteményt élni, meg gyümölcsök. Hát fürdőkben voltak ott a gyerekek. Na hát akkor ebédeljünk együtt, maradt valami étel. Persze a hívek látták, hogy én befogadom, akkor hoztak ők is, vagy minden. Na akkor csináljunk egy tábort gyerekeknek, 30 gyerek gyűlt össze. Egy nem volt, amelyik nem volt etves. A tábor első napja az volt, hogy kimentünk egy nagy folyóra, vittünk 2 liter sampont, egy csomó tetőírtószert, nem tudom miféle, és a ruhát, amik rajtuk volt, azt elégettük, dobozokból ilyen second hand ruhában újraöltöztettük, felfrissítettük, olyan szép, olyan aranyos gyerekek lettek, hogy öröm volt velük együtt táborozni. Akkoriban én ifjúsági lelkész voltam, és sok ilyen tábort szerveztem. De ilyen utca gyerekeknek ez volt az első. És a tábor végén mondtam, na boszé, lehet hazamenni. Egy 5 éves kislány elkezdett sírni, és azt mondta, hogy csavatesvény,
Hát mi nem csinálunk egy éves tábor? Hát úgy, na hirtelen, na hát olyan hirtelen érintett engem is a gondolat, de egész éjjel forogtam az ágyba, és azon gondolkoztam tényleg, hogy ezeket elzavarhatom, nyári vakációban még jól el vagyunk, de hát ők is kéne menjenek iskolába, lemaradnak, nem tudom miféle. Na és aztán, hát addig cukoltuk magunkat, hogy csináltunk egy éves tábor. Hát az idei a 30. éves táborunk, úgyhogy jól belejöttünk a táborozásba. És az a kislány, Máté Magdikának hívják, aki akkor 6 éves volt, és kérte, hogy csináljunk egy éves tábort, szépen nálunk leérettségizett. Kolozsváron elvégezte turizmust, és most Düsseldorfban egy szállodában a recepciót vezeti. Igen, lapja meghalt, meg pásztorgott és sokat ivott, az anyuká is állatgondozással foglalkozott, az is nagyon hamar meghalt, és ebből a kislányból, és amikor találkozok, az úgy megropogtassa a csontjaimat, mondom, összetörsz. Igen, egy nagyszerű felnőtt nő lett. Miért? Mert hittünk benne, mert hittünk magába, mert bízott. És nem azt mondta, hogy én kicsi vagyok, ára vagyok, szegény vagyok, hát csak ez jutott nekem. Kitört abból a nyomorúságot. Tudjátok, az ember olyannak látja magát, amilyennek a környezetet szemetünkre mutatja. Tehát, hogy ránézel egy gyerekre, és a tanár azt látja, hogy milyen okos, ügyes, fog ez menni. A gyerek szembenéz a tanárral, ezt a tükröt látja, és elhiszi, hogy igen, képes vagyok megcsinálni. És aztán mindenki így van. Mennyire így van, a múltkor jött haza a városból egy lányunk, 16 éves. Mondom neki, gratulálok, és aztán mihez? Hát mondom, látom, szerelmes vagy. Amiket lát a papács, örökké csak ugrat, mindent nem lát, semmit. Hát mondom, nézzek, nem érje a lábad a földet. Mafra leállt a lenézet, hogy tényleg úgy van-e meg. Hát miért? Hát a pattanásos legény ránézett, és hogy olyan szépen életben nem látott. És hát ez a leállt, elhiszi neki, megszépül, kivirágzik. Csip-csirip, postáról lehet látni, hogy szerelmes. Nem? Nem kell ide nagy varázslat. Merjünk egymást, magunkat szépnek látni. Olyan szépnek, amilyennek szépnek lát bennünket a mi úrunk Jézus Krisztus. Meg tudjátok csinálni. Képesek vagytok rá. Mert neki állni annak a matematika feladatnak. Persze megkérdezhetitek, hogy miért olyan nehéz. Most ugye ott van, ismerős a Szentírásban, hogy 12 éves Jézus húgy szőrén szálán eltűnik. Hát szegény Szűzanya, meg József, eléggé gáz. Volt kis Jézus, nincs kis Jézus, nem? Most menjenek oda, menjenek, nincs egy másik kis Jézus. Hát hogy mondjam, eléggé szomorú, nem? De milyen szép, hogy nem elkeserednek, nem elkezdik egymást vádolni. Hát igen, mert te vagy a hibás, mert teremtés koronája, oda ne rohanjak, meg nem tudom miféle. Tehát nem egymásba keresik a hibát, hanem kéz a kézbe elindulnak megkeresni a kis Jézust. Emlékszem, hogy mikor olyan 6-os, 7-es voltam, akkor tanultuk hittanórán ezt a történetet, és egy idős papácsi volt, és az olyan nagy barokk olyan virágokkal mondta el ezt a történetet. Persze nekem kellett volna menjek focizni, és hát ugyan hosszadalmasnak tűnt a hittanóra. És egész végig azon gondolkoztam, hogy a papácsi mondta, hogy hát a Szűzanya elment a teveszerájba. Akkor elmesélte, hogy nézett az ki, és akkor elmondta, hogy nem láttak itt egy ilyen 11-12 éves fiúcskát, így volt felöltözve, aztán papácsi részletesen elmesélte, hogy volt felöltözve a kisfiú, meg minden, meg mit mondtak, meg nem tudom, fél, és utána hova ment, és magam azon gondolkozottam, hogy mennyi atya, mi nem sugott a Józsefnek, vagy Mária, József, menjetek már templomot, a függöny mögött, puszi, puszi, kész, megkerült a kis Jézus, mehetünk focizni. Nem? Hát én ezért gondolkoztam, hogy miért nem segít a mennyei atya? De egy nagy kérdés szántam például a megoldásánál, miért nem segít a mennyei atya, nem? Vagy hogy mondjam, mit tudom én, amikor paprikát kell pikírozni, vagy paradicsomot ültetni, hát miért nem segít a mennyei atya? Miért kell annyi szóra elhajulni?
beledugni a földbe. Mi nem segített a szűzanyának? Én azt gondolom, hogy ezek a nehézségek, amiken keresztül ment a szűzanya, egyiptomi menekülés, meg mindaz, ami egy gyermekneveléssel, vagy ilyesmivel együtt jár, hát ezt tette őt a mennyek királynő asszonyává. Ha lett volna egy aranyszegélyű bankkártya, amit, mit tudom, az arkangyal Józsefnek odaadott volna, és József menekülni kellene, a Herodesnek tényleg elmúlt a pirulája, de itt van, le vannak foglalva a szállások, szépen felvezetnek, vipszállás, hideg, meleg vízzel, nem tudom miféle. Ha valami gond van, szólsz, intézi a mennyei atya, az ő fiáról van szó, ez le van zsírozva, nem? Nincs ilyen. Szegény József azt sem tudja, merre menjen. Hogy miből ad enni a kis Jézusnak, hogy nem volt ott mennyei gyes, meg mit tudom én, csók, vagy ilyen, hogy mondjam, gyermeknevelési segély. Megoldják. Ez a munka, ez a feladat, amit ők végeznek. Na ezt tette őket képes-e azért, hogy minden királynő asszonya legyen. Tehát téged is, ha el akarsz menni orvosnak, és kedves szüleid elmennek vele, és azt mondják, ó, professzoron, ne idétlenkedjünk, hát 21. században élünk, hát gyerek menj fürödni, meg nyáron dolga van neki is, minden. Mennyibe kerül egy ilyen diploma? Nem lehet ez olyan drága. Hát lehet, hogy van olyan professzor, akivel ezt így el lehet intézni, de nem hiszem, hogy ettől te orvos lennél. Te akkor leszel orvos, ha minden vizsgát becsülettel leteszed, taknyodod, nyálod, csúszod, végzed a munkádat, na akkor igen, orvos leszel. Nagyszerű orvos leszel. De munkanélkül nincs gyümölcs. Kell merjük vállalni a munkát. Mi Urunk Jézus Krisztus vállalta a megváltás nagy munkáját. Mi is vállaljuk a magunk feladatát. Merjünk nekiállni, merjünk csinálni, tenni. Persze tudom, hogy sokszor nagyon nehéz. Fájdalmaink vannak, sérelmeink vannak. Hát én most már nagyon félek, hogy ez az ukrán-orosz háború mennyi gyűlöletet, haragot, ellenségeskedés szül a nagyvilágban. Volt egy lányunk, 5 éves korában került be hozzánk, egy szép szőke kislány, hát csak az anyukát ismertem, az egy elzülött, egyszerű asszony volt, felneveltük. Aztán végzett, és nálunk lett nevelőnő, kolléganő lett. És eltelt egy 2 év, és egyszer jön tavasz felé, hát hogy mondjam, de 12 éjszakán, a kopogtat, zörget, irgalmatlanul is. Szóval Csaba testvér, megvan az apukám. Hát mondom, nagyszerű, majd holnap megbeszéljük. Nem, ezt most kell megbeszélni. Na hát, üljünk, megbeszéljük meg, na hát. Elmesélte, hogy hát ő bizony beírta a Facebookba, a keresőbe, tudta az apjának a keresztnevét, és azt is, hogy Szakács. És talál, hogy Kolozsvár. És akkor elé került, hogy 3 olyan gyanús férfi elkezdett velük csettelni, szép csinos lány, hát, hogy mondjam, férfinak az imponálja, hogy leszólítsák csak úgy, nem tudom miféle. Aztán végül kibarkobázott egyet, és annak megírta, hogy hát úgy néz ki, hogy mi rokonok vagyunk. Férfi vissza, hát milyen rokonok lennénk mi? Hát azt írta vissza, hogy hát te vagy az én apám. Na, érdemes ilyen csettelni. Hogy mondjam, és kiderült, hogy ez szó szerint igaz, mert ugye hát volt egy jó sikerült legény búcsúztató Kolozsváron 22 évvel ezelőtt, és ennek a férfinek sikerült összehozott 2 gyereket, ugyanabban a hónapban születtek, de nem ugyanattól az anyától. Na, most én ebben nem mennék bele, hogy 5 évig fizette is a férfi a gyerektartást, utána elment ugye össze-vissza időkben, Kanada valahova egy nagy hajóra, Szakácsnak. Hullám, összecsaptak felette, eltűnt, az asszony nevelt a gyereket, ahogy tudta, aztán ő is elzülött, beadta hozzám, és felnőtt a gyerek. És akkor azt mondja, megnéztük a Facebookon, a apukát, és azt mondja, a lány, hogy most papácsi, most mit csinálja? Hát mondtam, meg kell bocsájtani. A mi Urunk Jézus Krisztus egy parancsot adott, a szeretet parancsát.
szeressen. Szóval hogy szeressen vagy? Egy szent cukorkát nem kaptam tőle. Egy szál virágot nem adott nekem. Hát mondom, te ilyen a világ, látod-e? Van akinek a gólya hozza a gyereket, van akinek a Facebook az apukát. Most mit mondjak? Hát most ez van, de mégiscsak előre kell nézni. És elkezdtem mondani magam prédikációját, de szinte rám borított az asztal. Persze én is éreztem, hogy ez egy nagy-nagy dék, amit le kell nyelni. Tudjátok, hogy Jézus Krisztus miért nem nagy pénteket támad fel, hanem húsvétkor. Hát gondolom neki is nagy péntek, az akkora béka volt, hogy kellett legalább 3 nap, hogy míg lenyelte. Na megnyugodott egy kicsit, mert hát gondolom, na nem volt az könnyű. Hát ennek a lánynak is idő kellett. Elment, kivette nyári vakációját, eltelt egy hónap, egyszer megjelent, leégett arccal, kicserepezett szájjal. Hát mondom, hol voltál? Azt mondja, Pécs mellett volt egy tábor, autista gyerekeknek, önkénteseket kerestek, elment oda segíteni, nyári vakációban oda megy, ahol akar, talán olyan 10 hónap munka, és 2 hónap szabadság a nevelőknek. És az egész végig azon gondolkozott, hogy hogy tudna az apjának megbocsájtani, hogy tudna kiengesztelődni. És úgy döntött, hogy ezt a rosszat, amit az apja csinált, ezt valaki jóvá kell tegye. És úgy döntött, hogy gyalog jön haza. Görkorcsolyát kötött, és gyalog, és görivel hazajött Dévára. Hát ott több mint 300 kilométer, 400 körül van. És azt mondja, most atya, hogy kizzadtam magamból. Kisírtam a haragomot, gyűlöletemet. Most szóval tudok állni apámmal. És felhívtuk. El is jött utána egy zsippel, kiderült, hogy van vagy 2 szállodája, és egész jól megy neki, hogy mondjam, televízió, egy showman, ilyen szakástudományokat ott a román nyelven, ott egy román adón ad elé. Azt mondja nekem az a férfi, bocsánat, atya. Hát mondom, én megbocsájtok magának, de maga kéne nekem megbocsásson. Szóval miért? Hát mondom, ha lehet, hogy a képzeljük, a harmadikos volt az a kislány elsározó, szép fehér ruhában, fehér ugye, Margaretta koszorúval, minden, és oda jön hozzá, és azt mondja, bácsi, szép vagyok. Ezt magától kellett volna kérdezzen. Hát nagyon aranyos volt. Hogy képzelje el, amikor élete első bárjából hazajött, és másnap hétfőn mentünk az ebédlőben felé, és ő belénk karolt, és elkísért, és egyszer csak megkérdezi, papács erről a fiúról, mi a véleménye? Ránéztem, mondom, te csókolóztál tegnap fele. De csókolóztam, de olyan vörös volt, mint a rám. Hogy mondjam? Egy apának, ha valamiért éljen a földön, pont ezek azok a pillanatok. Ezért érdemes felkelni, dolgozni, hogy a gyereked bizalommal merjen megnyílni feléd. Hogy tud lélek a lélekhez szólni. Mondta, ezek olyan szép percek voltak, amiket én nem tudok magának visszaadni, de amúgy nem is akarok. De ennek a gyereknek az életében még sok ilyen szép perc lesz, ezek az életében, majd mint mennyasszony. Te megtáncoltathatod? Az is nagyon szép lesz, amikor az unokádat kezedbe adja. Az is egy gyönyörű pillanat lesz. Ezekért a percekért érdemes élni és dolgozni. És olyan szép volt, mert tényleg úgy éreztem, hogy ez a kiengesztelődés, ez az egymásra találás apa és lánya között olyan teljes volt. És akkor, hát ugye elvitte Kolozsvárba, béreltek egy lakást, bemutott a feleségének, a másikét gyerekének, vállalta, amit megtörtént. Nem tudom, miféle. Sajnos sokszor büszkén fel kell vállaljuk a saját múltunkat is, még azt is, ami nem olyan jó sikerült. Sokkal jobb, mint hogy mondjam, takargatni. És hát ugye eltelt vagy egy év, és felhívetszen ez az ember, és elmondja azt, hogy atya, a kórházba kerültem. Epekövet vettek ki belőlem, meg mindenféle egyéb dolog volt. És hajszín, hanem ez a maga lánya, akit nekem nevelt, többször meglátogatott engem a kórházban,
mint az én két vérszerinti gyerekem és a feleségem. Igen. Én hiszek az újrakezdésbe. Hiszek a kiengesztelődésbe. Hiszek abból, hogy az ember újból talpra tud állni. És nem csak a fizikai ember, hanem akár egy díj is, a Trianon után. Miért ne tudnánk újból talpra állni? Miért ne tudnánk összefogni? Ez olyan szép, ugye, hogy most jönnek a kárpátaljai menekültek. És hogy tényleg egy a marényi nyílt nép itten, a magyar nép Kárpát-medencében, hogy megnyitja az ajtaját, szívét a menekültek felé. Kárpátaljában Csobánkán mi is befogadtunk most már 30 ilyen menekültet. 15 kicsi gyerek van köztük. Ez a legnagyobb az olyan 12 éves. Ölbe vettem, vér a vérünkből, hozzánk tartozik, kárpátaljai, nagyszöllősi gyerekek. Meg vannak ijedve, félnek, szorongnak. Egy jó dolog szeretetbe élni. Én azt gondolom, hogy mi erdélyi magyarok is, és nem csak Sándor bátyánktól, meg az ő feleségétől, hanem a csongrádiaktól, a szentesiektől, de sok-sok magyar embertől sok-sok szeretetet, segítséget kaptunk. Eljöttünk nyári vakációba, tanév közben is. Gyerekeink előadták a kis színdarabjaikat, megköszönték, finom fallalta, süteménnyel megvendégelték, és így ezek a hajszál erek, amiket Trianon szétszabdal, kezdenek összegyűlni. Barátságok alakulnak ki, házasságok szövődnek, összetartozunk. Mi hiszünk a holnapban. Én hiszem azt, hogy kárpát-medencei magyarságnak nem múltja van, hanem jövője is van. A tündérkert, az Isten országa, az aranykor, az nem mögöttünk van, hanem előttünk van, előttetek van. Hinnünk kell nekünk ebben. Bíztatnunk kell magunkat ebbe az irányba. Tanulnunk, sportolnunk, kacagnunk, jó kedvünk kell legyen. A nagybőti szent időben a Jézus Krisztus ezt mondja nekünk. Fiam vagy, ma szültelek. Örök szeretettel szeretlek. Nézd, a nevedet a tenyeremre írtam. A hegyek megmozdulhatnak, a halmok táncra kelhetnek, a nagyhatalmak háborúzhatnak. Az én szeretetem nem hagy el téged soha. Ezt mondja a mi Urunk Jézus Krisztus. A megroppannádat nem akarja ő eltörni. A pislákoló mécset nem akarja kioltani. Azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök maradandó legyen. Egészen biztos, hogy a Jóisten ezt akarja. És ebben az irányba kell mi is egymást, magunkat lelkesítsük. Előttem van egy kislány, bekerült hozzánk, hát olyan 4-5 éves volt, még talán annyi sem, Borókának hívták. Vasárnap volt, és az volt az első ebédje ott nálunk. Mindenki ebédelt, hát egy nyami-nyami, ott előtte párolgott a húsleves, nézte. Mondom, te nem vagy éhes, Boróka? Szóval, de igen. Hát mondom, mi nem eszel? Hát azt mondom, nem bíztatnak. Na mondom, na hát, nyami-nyami, neki kell állni. És hát leérettségizett, Révész Máriuszt ismeritek, ők voltak keresztülei, és hát ugye Máriusznak az apukája ágynak esett, és 2 éven keresztül ez a lány érettség után gondozta, forgatta, ápolta ezt a bácsit. Igen. Bíztatnunk kell egymást. Lelkesítenünk kell egymást. A foci meccsre nem azért néz ki a csapatodnak az, hogy úgy is kikaptok, hanem azért hajrá, mindennel, jönk a másik szemét. Nem? Bíztatjuk. Hát ezt kell tegyünk mi is az iskolában, a munkahelyen. És én nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, ilyen nagyszerű emberek vannak itten. Ugye, politikai téren is, akik tényleg ezt a térséget lelkesítik, bíztatják. Nem azt mondják, itt a világ vége, hanem itt építsünk egy focipályát, ott egy kézilabda pályát, hogy ezt csináljunk, azt csináljunk, ez viszi a világunkat eléje. Adja az Isten egységbe, békében, szeretetben, ezen a úton
nagybőti szent időben, megújulva, áldott húsvét ünnepe, virradjon mindannyiunkra. Amen.